Ezt a mesét Sörös Mónika küldi neked a KNTH Gyógyvarázs Mesedoktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb! Az ér így pórul jár. Hun volt, hun nem volt, az operenciás tengerön is túl, ahon a kurta farkú malactór, élt a faluba két testvér. Az egyik gazdag volt, a másik meg olyan szegény volt, mint a támpa megere. Egy nap oda ment a szegény ember a feleségihön. Hallod-e? Elmék én halászni. Lehet, hogy szerencsém lesz, az fogok is valamit. Elment az ember halászni a tó partjára. De csak halászott, halászott. Múltak, múltak a percek, az órák, de nem fogott semmit. Ezért gondolta, elmék én haza, látom, hogy nincs szerencsém. De mielőtt elment volna, egyszer csak hallott valamit. Hát amikor megfordult, látta, hogy valami mozgatja a picét. Hát oda sietett gyors, kirántotta a picét a tóba, hát nagyot nézett ám, mivel hogy a horogra egy fémkarika akadt. Ugyan mit kezdek én ebbe a karikával? De nem baj, odaadom a gyerekeimnek. Lehet, hogy ők majd jót játszanak vele. Hazament az ember, oda is adta gyerekeinek a karikát. No, édesapám, hát ez meg mi? Hát ezt én se tudom. A gyerekek nem tudtak, hogy játszani vele. Ezért csak adogatták egymás kezébe a karikát, de az a karika egyre fényesebb, meg fényesebb lett, de már annyira fény lett, hogy mindenki csak azt nézte, még az öreg ember is. Hé, hát ez a fémkarika nem is fényből van, hanem aranyból. Tudjátok, mit csinálok én vele? Elmék a királyhon, azt odaadom neki. El is ment az ember, útnak indult. Mendegét, beért a király palotájába. Ott egy őr állt talpig páncélba. Hát te bátyám, hol jársz itt, ahon a madár se jár? Ajándékot hoztam a királynak. Nem tudom, beengedjelek, de látom, hogy messzire ügyüttél. Hát menjél. Be is ment az ember a királyon. Felséges királyom, voltam halászni, ott fogtam egy aranykarikát. Gondoltam, neked ajándékozom. Elvette tőle a király, az csak nézte azt az aranykarikát, mivel hogy az úgy ragyogott, mint az égen a 100 csillag. Őrség, adjatok ennek az embernek annyi ezüst, meg annyi részpénzt, amennyit csak a háta elbír. Föl is pakolták az embert, hazaindult. No, de annyira örült az ember, hogy még a kapuig se ért, már onnan kiabált. Gyertek csak gyors, nézzétek, hogy mennyi pénzt kaptunk. A felesége sietett megkeresni a gyereküket. Eredjétek csak, fiam, a pátyáton, az kérdett ül le a mázsát, majd megmérjük, mennyi pénzt is kaptunk. Elment a fiú a gazdagabb testvérhön, kérte is tül le a mázsát. De az embernek csak nézte, hogy ugyan minek az ő testvérének az a mázsa, mit akarnak vele mérni. De odafordult inkább a feleségéhez, azt mondta neki. Tudod, mit csinálunk? Bekenjük mink a mázsát szurokkal. Azt majd beleragad az, amit mérnek vele. Be is kenték, oda is adták a gyereknek. No, de amikor a gyerek visszahozta a mázsát, nagyot néztek ám, mivel hogy a mázsa közepébe a szurokba egy ezüst pénz beleragadt. Ugyan honnan az én testvéremnek ez a pénz? Hát, elmék azt megkérdezem tőle. El is ment hozzá. A szegény ember meg csak nézte, hogy miről beszél a testvérje, de látta, hogy az irítség beszél belőle, ezért elkomolyodott, az folytatta. Hallottam, hogy a király udvarába elszaporodtak az egerek. Ezért úgy gondoltam, hogy viszek neki macskákat. Hát, nem kellett elmondani kétszer se a gazdag embernek. Gyors sietett haza megmondani a feleségének a jó hírt. Eladunk minden, a házat, a fődeket, veszünk rajta macskákat, beletegyük őket a zsákba, bekössük a zsákot, azt elvigyük a királynak. Hát így is csináltak. Útnak indultak. Mentek, mendögétek. Ők is beértek a király palotájába. Megállította őket az őr? Hát ők már mit kerestek itt? Hát
mi hallottuk, hogy elszaporodtak a király udvarába az egerek, ezért hoztunk neki macskákat. Az őr meg csak nézte, hogy ugyanezek meg miről beszélnek. De úgy gondolta magában, nem baj, csak menjenek. Hát be is ment a gazdag emberünk a felesége. De gondolt egyet az ember, azt mondja, odaértek a királyhon, gyors kikötötte a zsákot. A macskák meg úgy szétszaladtak ilyettükbe, az egyik főszaladta a szekrényre, másik az asztal alá bújt. A többi meg mind a királyra ugrott, a koronáját lelükték, a csizmájába belebújtak. Az őrök alig bírták leszönni róla a macskákat. Őrség, de rögtön dobjátok ki ezeket a csalókat innen, az többet ide a lábukat be ne tögyék. Hát ki is dobták a gazdag embert meg a feleségét. A vagyonukat többé vissza nem kapták. A gazdagból szegény lett, a szegényből gazdag lett. De szerintem így van a gyöngye. Ezért az ír így mindig pórul jár.